Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket, ez itt újra a Kultúrcsepp. Ahogyan már a múlt heti műsor végén is említettem, ma este folytatjuk az erdélyi kulturális intézményekről szóló sorozatunkat, ez alkalommal pedig a kolozsvári magyar operái lesz a főszerep. Révén pedig, hogy a közelmúltban személyesen is sikerült ellátogatnunk a kincses városba, így a következő közel fél órában többek közt Szép Gyula igazgató úrnak köszönhetően szótejtünk természetesen az opera működéséről, a társulat tagjairól, illetve az általuk kínált zenés produkciókról is, és akkor nem is szaporítom tovább a szót, íme az összefoglaló. A hivatásos zenés színjátszás a kolozsvári hivatásos színjátszással egy időben indult, ez 1792-ben történt, amikor létrejött az önálló hivatásos magyar színjáz, és ennek opera előadása is voltak folyamatosan. Ugye itt írták Kolozsváron az első magyar operát, Ruzsicska József Béla futását 1823-ban, és ugye innen indult, Erkel Ferenc itt szívta magába, saját bevallása szerint is azt a kultúrát, azt a tudást, amitől aztán az lett, amivé vált. De hát mondhatnám azt is, hogy 1805-ben, 6-ban már önálló tánc előadások is voltak, balett előadások Kolozsváron. Az operajátszás nagyon virágzott a 19. század közepén. Verdi szinte minden operáját néhány évvel az ősbemutató után már itt is játszták a 850-es években. És ahogy a világon a nagy remek művek megszülettek, a kolozsvári akkori opera igazgatók, színház igazgatók nagyon-nagyon érzékenyek voltak, és gyorsan a kolozsvári közönségnek is megmutatták. Ugye itt van a fejem fölött az első Hunyadi László plakát, amit 1853-ban mutattak be először itt Kolozsváron. Rajta van a bécsi cenzúrának a pecsétje is, hogy azt az egy előadást megengedik bemutatni. Ugye a Bach korszakról beszélünk, akkor nagyon kemény volt a bécsi cenzúra. A kolozsvári hivatásos zenés színjátszás gyökerei tehát egészen a 18. századig nyúlnak vissza, a mai opera gazdag zenetörténeti előzményei közt pedig sok érdekességet is fellelhetünk. Így például köztudott, hogy 1860-ban már Bukarestben is turnézott a zenés társulat, illetve hasonlóan izgalmas történések fűződnek a Janovics Jenő vezette időszakhoz is. Janovics Jenő 33 évet volt igazgatója, de több mint 50 évet volt szereplője valamilyen minőségben a kolozsvári Magyar Színháznál, operánál, és itt azért említem meg Janovics Jenőt, hiszen az ő időszakában évente több mint 400 előadást játsztak, amiből jóval többi fele zenés darab volt. Azt el lehet mondani, hogy sokkal több volt az operett és a népszínű ebben az időszakban, de azért azt is ide kell sorolni, hogy ez a Puccini operákat először Janovics Jenő hozta el Kolozsvárra, de Wagner operát is mutattak be abban az időszakban. Nem volt könnyű periódus az sem az első világháború kitörése után. Nagy anyagi gondokkal kezdett el küzdeni a kolozsvári magyar színház, ezért Janovics feláldozta a saját vagyonát is, amit a prosperáló filmgyártásból szerzett arra, hogy a kolozsvári magyar színjátszást fenntartsa. És különösen a két világháború között, amikor a román állam már semmilyen szubvenciót nem biztosította a magyar színház működésének, akkor bizony Janovics ezt szinte zsebből biztosította. A kolozsvári magyar opera 1948. decemberében vált önálló intézménnyé, de ezt megelőzően is mozgalmas időszaka volt, legalábbis ami a társulatnak otthont adó épületeket illeti. Ez idő alatt ugyanis többször is költözniük kellett, mondja az igazgató. 1906-ban
szintén Janovics irányítása mellett felépült az új Magyar Nemzeti Színház, amivel aztán 18 után ki kellett költözni. Aztán 1940-ben visszaköltöztünk, majd 45-ben újra ebben a nyári színházba lett azóta is az otthonunk, mind az Állami Magyar Színháznak, mind a Kolozsvári Magyar Operának. Az épület nem kimondottan operának, színháznak épült, ugye Janovics építette ezt 1910-ben, nyári színházat képzelt ide, és itt a parkba sétáló polgároknak nyáron egy könnyed előadó színházat, előadó termet épített ide. Most viszont ebben vagyunk, de ezt nem panaszként mondom elsősorban, hiszen színpadtechnikailag talán egyik legjobb színpad az országban a mostani színpadunk. Az infrastruktúránk az nagyon hiányos, tehát nagyon rosszul állunk próbatermek szempontjából, és ez befolyásolja akár az előadás számot, és hát éppen azért játszunk kevesebbet, mert a próba lehetőségeink kisebbek, és ahhoz, hogy minőségi produkciókat tudjunk a közönség elé vinni, ahhoz viszont komoly próbaszámra van szükség, és erre a lehetőségeink nem ideálisak. A kevésbé kedvező teremkörülmények ellenére az opera mindenkori mércéje a minőségi előadásokat követeli meg, ahogyan egyébként a műfai sokszínűséget is. Ilyen formán pedig jelenleg is változatos repertoárról, illetve műsorpolitikáról beszélhetünk. Tekintettel arra, hogy mi egyedüli magyar zenés hivatásos színház vagyunk Erdélyben, és tudomásunk szerint a világban is egyedüliek vagyunk, akik nem az államnyelvén játszunk, tehát úgymond kisebbségi opera vagyunk. Ezért valamennyi műfajt művelünk ahhoz, hogy minden közönségréteget ki tudjunk elégíteni. Egy évadban általában 30, kb. 30 címet játszunk, de a repertoárunkon közel 60 cím működik, amiből egy évadban kb. 30 előadást mutatunk be. Sajnos mi repertoár, vagy hál' Istennek, mi repertoár színház vagyunk, nem tudjuk azt a stagione systémet csinálni, amit nagyon sok színház más világrészeken művel, hogy kevés előadást játszik sokszor. Sajnos a közönség számunk, a közönségünknek a nagyon heterogén összetétele miatt mi sok címet játszunk viszonylag kevésszer. Nagyon odafigyelek arra, hogy arányosan oszoljanak meg a különböző műfajok, és itt elsősorban súlyban nyilván az opera és operett előadásoknak a számára gondolok, és nyilván a címekre is, mert operaház vagyunk, ezért úgy tartom fontosnak, hogy a nagy opera szerzőknek a művei folyamatosan a plakátjainkon szerepeljenek, gondolok itt Mozartra, Verdi, Puccini, de folyamatosan Erkel operát is játszunk, időnként a Bartók és Kodály műveit is színre visszük. Emellett 1990 óta folyamatosan és tudatosan vállaltuk a kortárs magyar opera szerzőknek a műveinek a bemutatását is. Ez a szám is most már jóval meghaladja a 20-at, és szinte egyedüliek vagyunk a magyar, a Kárpát-medencében ezzel a programmal, és ezt vállaljuk még akkor is, ha nem mindig a legnagyobb népszerűségnek örvendenek, hisz tudjuk, a kortárs művészetek valamennyi ága nem nyeri meg mindig a nagy közönségnek a szimpátiáját. De ennek ellenére ezt csinálni kell, hisz hogyan motiváljuk a zeneszerzőket, hogy írjanak. De emellett hétvégeken folyamatosan operett előadásokat, vagy gyerek előadásokat, műzikeleket játszunk azért, hogy az a közönség réteg is hozzáférjen a zenés színházi előadásainkhoz, ami talán nem operán nőtt fel, vagy nem kapta meg azt a neveltetést hazulról.
amit mondjuk egy Kolozsváron nevelkedő vagy városon nevelkedő fiatalok megkaptak. De nagy örömünkre az operett eladásainkra Sepsi Szent Györgytől Szatmár Németig jönnek szervezetten csoportok, tehát mi valóban az erdélyi operája vagyunk. A Szép Gyula vezette intézmény tehát igyekszik a teljes hazai magyar közönség számára élvezhető produkciókat felmutatni. Tény azonban, hogy a zenés műfajokat megkövetelő hatalmas díszletek, a nagyszámú szereposztás, műszaki személyzet, illetve zenekar miatt ritkán tudják turnéra vinni ezeket az előadásokat. Ez opera az a legkomplexebb színpadi műfaj, ennél fogva nyilván a legnépesebb is. Kolozsvári Magyar Opera, ugye Magyarország határán kívül legnagyobb hivatásos művészeti intézmény. És hát az összetételéről csak annyit, hogy kicsik vagyunk, de minden megvan, de kerek. Hát van egy épkézláb nagyon jó zenekarunk, egy 54 tagú zenekar, egy 44 tagú énekkar, egy 25 tagú tánckar. A színpadot kiszolgáló műszaki személyzet az 30 személyből áll. Ezen kívül vannak a műhelyek, az adminisztráció, a szólisták, a magánénekesek, ők is elég kevesen vagyunk, 18-an, de nagyjából minden szólam azért megvan, és a művészeti vezetők. És ezen kívül nyilván ügyelők, súgók, kellékesek, meg világosító, hangosítók, tehát minden megvan, lehetne mindenből több, de meg vagyunk. Lévén pedig, hogy zenés műfajokról van szó, a már említett zenekar összetétele, illetve az azt irányító karmesterek jelenléte is kiváltképp fontos az opera életében. Ilyen tekintetben pedig nem csak a megszólaltatott hangszerek és a minőségi énekhang a mérce, hanem ezek tökéletes összhangja is. Egy opera zenekar vonósokból, magas vonósokból, mély vonósokból, magas vonós hegedű brácsa, mély vonósok, Gordonka, Gordon, azaz cselló bőgő, fafúvósokból, részfúvósokból, ütősökből, esetleg hárfából, vagy egy zongorából, vagy valami olyan billentyűsből, amit éppen kér az a mű, mondjuk ha egy Hári Jánosra gondolunk, a cimbalom is meg kell szólaltatni. A karmesternek a dolga a következő. Megszületik a terv, hogy milyen operát vagy milyen operettet fog dirigálni, tehát hogy mit viszünk színre. Ezután a szereposztás is megtörténik, az a bizonyos casting, meg lesz a szereposztás, és akkor a szereplők, azaz az énekes színészek, azok meg, vagy az énekesek, hogy attól függően, hogy vesszük, megtanulják a szerepet, és minek után. Tehát van olyan karmester, aki nagyon szeret bejárni korrepetícióra, vagy aki saját maga korrepetál. Ugye, ha jó zongorázol, akkor tudsz korrepetálni, és ez az ideális helyzet szerintem. Vagy aki nem zongorista, az bejár korrepetíciókra, és úgy a korrepetitornak, mint az énekeseknek megformálja azt a bizonyos zenei művet, még mielőtt a zenekar eljárna, mert a zenekarnak is ugyanúgy formálja meg. Mondom, ez az ideális eset. És akkor a két szint, az alsó és a felső, csak össze kell melegedjen, és ennyi. Mondom, ez az ideális eset. Az, amikor közös nevezőre jutunk olyan sokan, és akkor van egy karmester, aki szintén, tehát ugyanazt akarja, és amikor előadjuk azt a sok szép zenét együtt, ez szerintem egy nagyon szép dolog. Ez egy élmény. Egy élmény, mert abban a pillanatban együtt akarunk mindent. Tehát együtt szólaltatjuk meg azt, amit úgy szeretnénk megszólaltatni. Ez nekem egy élmény. De nem csak nekem. Egy igazi jó zenekari tagnak is, ha tényleg ez a szándék így össze tud kerülni, tehát közös nevezőre tudunk jutni, akkor az egy élmény mindenkinek. Én azt hiszem. A karmester, a zenészek, a korrepetítor, illetve a többi felsorolt munkatárs mellett a közelmúltban egy újabb népes csapattal egészült ki a Kolozsvári Magyar Opera. Nemrég ugyanis saját gyerekkórust alapítottak, amely a tervek szerint a későbbiekben akár önálló intézményként is működhet. A gyerekek zenei nevelése és az operához való szoktatása az nekem még fő szempontom volt. Ezért fontosnak tartottam azt, hogy
bevonni a gyerekeket is az opera színpadára, ugye ott a nagy sikerű Valahol Európában című műzikelünk is, ahol 33 gyerekszereplő is volt. Tehát ez, ami a gyerekek operába való szoktatását illeti. A gyerekkórus nekem régi álmom volt, de én nem elsősorban az opera gyerekkórusát kívántam létrehozni. Természetesen azokban az operákban, ahol szükség van gyerekkórus, akkor ez a kórus biztosítja, és íme már két eladásunk le is járt. De én az énekkart tulajdonképpen Kolozsvár Magyar Gyerekkórusának képzeltem el. Ugye van erre egy nagyon jó modell, volt a Budapesti Rádió gyerekkara, aminek most már sok évtizedes hagyománya van, és ugye azt szerettem volna, ha egy hasonló énekkart tudunk létrehozni. De én úgy látom, hogy ez jó úton van. A gyerekkórus tehát már most két előadásban, a Carmenben, illetve a Bohém Élet című produkcióban is bemutatkozott, s bár a teljes 75 fős csapatnak csak egy része állhatott eddig a színpadra, a lelkesedés egyre nagyobb, mondja a kórusvezető Kovács Dalma. Izgalmas, mindenki be akar kerülni, mindenki színpadra akar kerülni, és mi is nagyon szeretnénk, ha lehetne, vannak olyan előadások, ahol nem lehet 75 gyermeket ugye a színpadra vinni, viszont következnek most már olyanok is, ahol az egész kórus fel fog lépni. A gyerekeknek az egy külön élmény, a színpad, az, hogy mozogni is kell, nem csak beállunk és éneklünk, hanem mozgunk, előadunk, valamit csinálunk ott a felnőttekkel együtt. Nekem egy óriási izgalom, mindig így szorongatom a kezeimet, amikor énekelnek a színpadon, hogy hú, most jön az a rész, na most az a nehéz rész, na hú, ezen is túlestük, jó? De eddig csak jó élményeink voltak, és remélem, hogy ezután is ez így lesz. Ezek a gyerekek szeretnek énekelni, mindenki, aki idejött, azért jött, mert nagyon akarta, és ez látszik. Nagyon vagány velük dolgozni, lehet haladni. Azt gondolom, hogy azt is mondhatnánk rólam, hogy szigorú vagyok, de nem. Látom, hogy egész jól működünk együtt. Próbálunk játszani, vannak olyan kórus próbák, ahol betanítom az éneket, és utána meghallgatom őket egyenként, vagy csoportokban. Aki ügyes és tudja, az lehúzóst kap, vagy más kitüntetést. Vannak olyan órák, ahol versenyeznek csoportokra, a gyerekek nagyon szeretik a versenyt, és még inkább szeretnek nyerni. És ez is motiválja őket arra, hogy gyorsabban megtanulják ügyesebben azt, amit szeretnék. Illetve vannak olyan próbák, ahol tudják elejétől fogva, hogy na, ez egy kemény próba, most sokat kell tanulni, nagyon oda kell figyelni, mert van egy célunk, fellépünk itt, vagy fellépünk ott. Általában ezek a módszerek, vagy ebben a stílusban folyik egy kórus próba a gyerekekkel. Az említett fellépések egyébként egyre inkább szaporodnak, és annak ellenére, hogy egy viszonylag fiatal kezdeményezésről beszélünk, a gyerekkórusnak már most sok tennivalója akad, házon belül, illetve már házon kívül is. Most a közeljövőben különböző napokra megyünk, városnapok, falunapok, boncidai napokra megyünk, szentlászlói napokra, de itt Kolozsváron is lesz bemutatkozó előadásunk, ez az első lépés. Utána szerintem kórus találkozók következhetnek, és utána, amikor már eléggé összeszokott a banda, akkor esetleg lehet versenyt is. Egynemű kórus nem sok van általában országszerte sem. Ez egy vagány dolog, ami itt most történik. Megmondom őszintén, hogy nagyon sok mindent még én is rögtönzöm. Nem dokumentálódtam annyira még a versenyek kapcsán, viszont az biztos, hogy amióta lettünk, a telefon az folyton csörök, hogy hallottuk, hogy vagytok, jöztök, gyertek ide, hozzánk is gyertek, mi is akarunk. Azért az egy nagy dolog, hogy 75 gyermek együtt énekel. No de persze nem csak a legkisebbek dolgoznak egyre szorgosabban a Kolozsvári Magyar Opera házatáján, hiszen hozzájuk hasonlóan a társulat idősebb tagjai is folyamatos korrepetálásokon, illetve próbákon vesznek részt. Ott létünkkor például épp a Bajadér című operett felújító próbái zajlottak. Ez a mostani változat ennek a Bajadérnak. Ugye van az indiai herceg, aki Spanyolországgal bizonyos politikai meggondolások miatt
el kell vegye a spanyol infánsnőt, azért a Spanyolország ne támadja meg Indiát. Na most a spanyol infánsnő, akiről a végén derül ki, hogy tulajdonképpen Dárimondo lett a nagy díva, ő azért vette föl ezt a szerepet, hogy tulajdonképpen találja meg az igazi szerelmét. Tehát nem akart, hogy tudják róla, hogy trónörökös, hogy spanyol királynő lesz, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De meglátja a herceg, aki beleszeret a színésznőbe. Ő se tudja, hogy tulajdonképpen Dárimondo lett az a hölgy, akit el kellene vegyen hivatalosan feleség. És aztán innen jönnek a bonyodalmak. Ebben az én szerepem nem megy olyan, mi visszük a humor vonalát az operáknak. Kilencvenben kerültem ide, teljesen véletlenül, és tulajdonképpen csak egy meghallgatásra jöttem föl Kolozsvára. Nagybányán dolgoztam egy elég kemény helyen, mint mérnök, és szórakozásból ott ilyen amatőr színjátszó csoportban voltam. És kíváncsi voltam egy profi véleményére, hogy érdemes-e foglalkozni hangtechnika, éneklés, ilyen dolgokkal. És eljöttem, fogalmam se volt, hogy itt tulajdonképpen versenyvizsga folyik, énekkari meghallgatás volt. És egyszer csak felvettek, és ott hagytam mindent, és följöttem. És aztán jókor voltam jó helyen, mert némi tapasztalatom, színpadi tapasztalatom az már volt, és egyszer csak a kezembe nyomták a Lili Báromiot, azt mondták, van 3 napod, csináld meg. Lássuk, mire vagy képes. És utána elmentünk Székelyföldre turnéra, és kész volt. Azóta meg sem mozdultam innen. Én, mint énekari tag kerültem ide, rendező lettem, Szép Gyula igazgató úr volt az, aki ezt a hihetetlen nagy bizalmat megszavazta nekem. Asszisztáltam, karbantartottam, ügyeltem, szerepeltem, énekeltem. Tehát nekem ez egy csoda, ahol vagyok. És szeretem azt, hogy még vannak emberek, akik ezt így gondolják. Minden egyes előadásomnál azt kerestem, hogy mi szólal meg bennem, hogy én azt hogy tudom elmondani azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgozom, hogy tud kialakulni egy közös áramkör, és abból hogy tud megszületni valami, ami egyedi és megismételhetetlen, és sem a YouTube-on, sem más nagy intézmények műsorán soha nem fogja látni senki. Nem mondom azt, hogy tökéletes volt, hiszen nem volt tökéletes, messze nem volt. És tökéletesen tudom azt is, hogy mivel küzdünk. Tehát azzal, hogy egy kattintással a legjobb szereposztásban, a legjobb rendezésben milliárdos költségvetéses előadásokat lehet megnézni. Mivel tudom én rávenni a közönséget, hogy abból a kis pénzből, amit be kell osztani, kölcsön arra, hogy jöjjön már, nézze meg azt, hogy én oda tettem szívem, lelkem, és mellettem még 100 ember, és jöjjön el, mert érdemes. Az opera műfaja tehát más előadásokhoz hasonlóan az itt és most művészete, a befogadók számára egyszeri és megismételhetetlen élmény. Gombár Anna Mária kérdésére pedig, tehát hogy mivel is lehet rávenni a közönséget, hogy épp ezt az intézményt, illetve ezen produkciókat válasszák, a kolozsvári Magyar Opera több kreatív módszert is kikísérletezett. 2 évvel ezelőtt például az Erdélyi Figyelővel közösen szervezték meg a Kincsesváros első megfilmesített zenei flashmobját, egyértelműen jó eredménnyel. A Trubadur bemutatónk előtt tulajdonképpen a Kolozsvári Közszolgálati Televízió magyar szerkesztői kerestek meg, hogy közösen csináljunk egy flashmobot a Trubadur előkészületeiről, és hát nagyon sikerült. Talán 10 000-es nagyságrendű nézője volt annak a kis filmecskének, és be kell hallani, hogy van hozama. Tehát rögtön egymás után két teltház volt 2 hét leforgás alatt, ami nem jellemző nálunk már sajnos az opera eladások előtt. Nagyon, nagyon nagy nevet kell felmutatni, hogy behúzzuk a közönséget. Mert nyilván, hogy a színházak minden évben alig van címük, vagy nagyon kevés címük van, amit 2-3 évadón átjátszanak. Ugye én azt mondom, hogy valamelyik nap azért teltházzal játszott bohém életünket valamikor a 80-as évek derekán rendezték. De csúcs a repertoárunkban újra a Hunyadi László, amit 1960-ban rendezett Szimberger Sándor, és az a rendezés megy ma is, nyilván folyamatosan felújítva díszleteket, ruhákat, de az a koncepció
És ugye az operákat folyamatosan lehet játszani. Tehát nem azért jönnek az operába a nézők, ha megtudják, hogy biztos tüdőbajos Mimi, vagy hogy Carmen tényleg megszúrta Don José, vagy... Tehát, hanem itt egy más kínálat van, mindenki tudja már az operák, miről szólnak, sőt, ha nem tudják, akkor ajánlom, hogy olvassák el otthon az Opera Kalauzt, mert itt a művészeti hangulat, a kínálat, a zenének a miensége, a varázsa az opera előadásoknak. A mai műsorban tehát egy újabb különleges kulturális intézménybe, egész konkrétan a Kolozsvári Magyar Operába kalauzoltuk önöket. Úgy hiszem, hogy az elmúlt közel fél órában sok érdekes dolgot sikerült megtudnunk erről az egyedi létesítményről, és talán ezáltal egy pici kedvet is csinálnunk az általuk kínált előadásokra. Aki tehát teheti, bátran vásároljon jegyet és nézze meg ezeket a kiváló produkciókat. És akkor ezzel a műsor végéhez is érkeztünk, most is, mint mindig köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, bízunk abban, hogy velünk tartanak egy hét múlva is, mindenképp tegyenek így, a viszontlátásra!